Az influencer kifejezés a 21. század és az internet terméke. A szó jelentése befolyásoló vagy véleményvezér. Olyan ember, akire tömegek, sokszor milliók, főleg a fiatalok figyelnek, aki ha valamiről azt mondja, hogy jó, akkor azt sokan megveszik. Amikor még nem volt internet, akkor a televízió volt a legfontosabb információforrás, így mai értelemben, akik akkor a képernyőn formáltak véleményt, vagy jelenlétükkel, műsoraikkal befolyásolták a néző gondolkodását, maguk is influencerek voltak, még ha erről nem is tudtak. Csináljuk kinek szépen a műsoromról egy paródiát, mondta valaki, és mondom, te olyan jó, amikor elindult az ő műsorom, mondom, erre, hát a jóból abban nem lehet belekötni, mert nem volt semmi megfogható rajta. Harmadik, negyedik adás után azt mondtam, hogy na most eljött az én időm, mert most már az éremben van mindenféle, az élőadás varázsa, és akkor megszületett egy paródia. Gávölgyi János Magyarország egyik legnépszerűbb színésze. Évtizedek óta szerepel a színpadon és a televízióban. Legtöbbször a Thália Színházban, a Madás Színházban és a Játék Színben lépett fel. Jelenleg az Orlai Magánszínházban és a Pintér Béla Társulat Marshall 56 című előadásában játszik. Televíziós paródiái és jelenetei több generáció számára emlékezetesek az elmúlt évtizedekből. Ez a Szabadságtér 17 épülete. Itt volt valaha a Magyar Televízió, de szerintem ezt a fiatalabbak már nem nagyon tudják, és csak egy ilyen szellemházként ismerik itt Budapest belvárosában, amely egyébként ma építési terület. Én 1990-ben kezdtem itt dolgozni, akkor mentem fel először ezeken a lépcsőkön, és életkorom miatt olyan szerencsésnek mondhatom magamat, hogy még akkor együtt dolgozhattam, vagy legalábbis megismerkedhettem azokkal, vagy azok többségével, akik a magyar televíziózást megalkották, ezt a műfajt megalkották itt Magyarországon. A mai beszédmód szerint őket nyugodtan hívhatjuk influencereknek vagy youtubereknek, hiszen akkor az volt az egyedüli viszonyítási alap, amit a tévében hallottunk. A mai fiatalok el nem tudják képzelni, hogy milyen volt akkor a világ, amikor nem volt internet, nem volt Wikipedia, Google, Spotify, hanem egy információforrás volt, vagy egy viszonyítási alap az, amit a televízióban hallottunk. Például ki gondolná, vagy ki hinné el ma, hogy akkor egy olyan sorozatot is milliók néztek minden héten, ami arról szólt, hogy hogyan dolgoznak nők a pult mögött Csehszlovákiában egy közérben. Semmiképpen nem nosztalgiázni szeretnék, és nem azt szeretném mondani, hogy minden, ami akkor készült, az jó volt. Mai szemben nézve nyilván akadnak nagyon ügyetlen vagy kezdetleges próbálkozások, de az biztos, hogy amik akkor készültek, azok eredeti produkciók voltak. Azok az emberek, akikkel én most beszélgetek, vagy beszélgetni szeretnék ebben a sorozatban, azok nem külföldi licenceket vásároltak, és nem is volt akkor erre lehetőség, és úgy teremtettek brendeket, hogy szerintem azt a szót, hogy brand nem is ismerték. És hát persze ki tudja, hogy mondjuk 30 év múlva, hogyha majd az akkori fiatalok megnézik azokat a dolgokat, amiket ma készítünk, akkor vajon mit fognak ezekről a dolgokról gondolni. Köszöntöm a kedves nézőket, én Trunk Tamás WT vagyok, és folytatódik Radnai Péter generációkat átívelő műsora, az első influencerek. És ahogy az előző évben is, idén is megkért engem Péter arra, hogy ahhoz, hogy a Z és az Y generáció tagjai minden fogalmat tökéletesen megértsenek, és hogy minél több új generációs hivatkozás legyen a beszélgetésekben, az én tolmácsolásomban néhány új generációs széljegyzettel fogok jelentkezni önöknek. Én most már 18 éves vagyok, van egy YouTube csatornám több mint 41 ezer feliratkozóval, kékkönyv szerzője vagyok, a magyar PR Trend Report új generációs szekciójának a vezetője lehetem 2021-ben, és válogatott altas is élő vagyok, emellett az új generációról tartok előadásokat, és különösen közel áll ez a műsor a szívemhez, hiszen én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy pozitív jövőt építsünk, fontos, hogy a múlt és a jelen értékeit használjuk fel ebben, és azokra építsünk tovább. Így hát, nem sokára újból találkozunk a következő magyarázatomnál. Jól esett, amikor tavaly megtudtam, hogy nézted ezt az influencer sorozatot, mert tudom, hogy téged érdekel a televíziónak ez a része is, és akkor felhívtad a telefonon, és mondtam, hogy ha majd lesz folytatás, akkor mindenképp örülnék, hogyha benne lennél. Te magadat influencernek tartod? Akár, tudom, ez egy ilyen pejoratív szó, ezzel szinte mindenkivel megvívok az influencer szó jelentéséről. Az én értelmezésem, mert az influencer azt jelenti, hogy a maga idejében úgy hatott az emberekre, vagy akár most úgy hat az emberekre, hogy a közbeszédet befolyásolja, hogy amit ő csinált, arról utána másnap beszélnek az emberek, esetleg elgondolkodnak azon, amit akart mondani,
nevetnek rajta, vagy utána visszaidézik? Hát én nem tudom, ez a szó nem volt ismert. Hazudnék, ha most azt mondanám, hogy most ezt így tudom, hogy mit jelent. Azt tudom, hogy amiről te engem megkérdezel, hogy régen ez hogy volt, hogy régen a influenzások vagy influencerek mögött volt teljesítmény. A maiak mögött én azt látom, az égvilágon semmi teljesítmény nincs. A botrányaik vannak meg, hogy ki hány pogácsát tud megzaválni egyik ilyen összejövetelen, és megy át enni a másikra. Ez a mai influencer. De hogy én nem is gondoltam arra, hogy én bárkire, nem is akartam ilyen hatással lenni. Miért akartam volna hatással lenni? Én azt gondolom, hogy egy csomó dolog, amit ma már máshogy hívunk, amit régen nem gondoltuk, hogy brandet épít valaki, mert nem volt ilyen, hogy brand. A Sarkilányt is régen így hívt, igen. Én azt gondolom, hogy a te paródiáid azok gyakorlatilag megmutatják, ahogy a paródiák kialakultak, és aztán ahogy változtak, az, hogy éppen milyen változások voltak a televíziós trendekben. Mielőtt ebbe belemennénk, most inkább a tévés dolgokról fogunk beszélgetni, de mégiscsak azért nem lehet kihagyni, volt az a bizonyos Ki mit tud. De itt is inkább a televíziós részéről kérdeznének, hogy akkor a Ki mit tudban, én erről láttam rengeteg felvételt, lehet látni, amikor Major Tamás nagyokat kacag, innen tudom, hogy Major Tamás benne volt a zsűriben. De akkor a fókusz a versenyzőkön volt. Igen. Ez azóta teljesen megváltozott. Most már azt nem nagyon lehet tudni, hogy ki szerepel a tehetségkutatóban, ám de a zsűrit lehet tudni. Ám a zsűrit sem lehet tudni, mert fogalmam is, hogy kik ülnek a zsűriben, hiszen amiről beszéltem, ez a fura szó, hogy teljesítmény, azt én nem látom mögöttük, akik ott ülnek és ítélkeznek. A Ki mit tudok olyanok voltak az 1960-as, 70-es és 80-as években, mint a mai tehetségkutatók, csak sokkal nagyobb volt a tétjük. Ma a műsorok igazi sztárjai a híres és befutott zsűritagok. Régen ez másképp volt. A zsűriben a kor legnagyobb szakemberei ültek, de nem ők voltak a főszereplők, hanem valóban a fellépők. Ha valaki nyert a Ki mit tudban, az egy életre meghatározhatta a jövőjét. Ebben a műsorsorozatban tűnt fel például Kern András, Kovács Kati, Kálvölgyi János, Siff András, Rost Andrea vagy a Hungária Együttes. 1972-ben a műsor döntőjét a tévénézők 88%-a nézte. Az összehasonlítás nem teljesen korrekt, mert ma teljesen más a piac, de mégis sokat mond, hogy 2020-ban a legnézettebb műsorokat átlagosan 20-25% szokta nézni. Hát te belegondolsz, a 68-as Ki mit tud, ott ült Major Tamás, aki mögött volt már akkor egy élet. Szinetár Miklós, Gyulai Gál János, hirtelen akartam mondani, bocsánat, Rábai Miklós, aztán másik zsűriben Pernyi András, tehát olyan valakik ültek, akik mögött volt valami teljesítmény. Igen, de mégis háttérben tudtak maradni, hiszen nem rólunk szólt. Rólunk szólt úgy, hogy érettségi öltönyben, vagy amiben elengedtek hazulról minket, vagy a többi társamat, tehát nem volt kitalálva, hogy öltözzünk fel, milyen legyen a ruhánk, milyen legyen a frizuránk, hanem úgy, hogy voltunk. Én apám nyakkendőjében és egy fehér nylonikben, abban az egy fehér nylonikben érettségi öltönyben szerepeltem, de nem ez volt a lényeg. Ma egy olyan képességgel, ami neked megvan, megvolt, azzal szerinted egyáltalán észrevent elindulnál egy ilyen versenyen? Tehát, hogy ma ez még létezik? Nem, azért nem, mert az, amit én akkor csináltam, csak elmondom, hát azért nem mindenki velem egy idős, én akkor színész hangokat, színészeket tudtam utalni, 36 darab magyar színész hangját tudtam úgymond felidézni. Hát most itt ülünk ketten, tegyünk össze 5 olyan magyar színészt, és nem a színészekkel van a baj, hanem nincsenek színészek a képernyőn, a televízióban, sehol nincsenek a filmvásznon, és tegyél össze 5 olyan színészt, akinek lehet tudni, hogy aha, ez ő, a kitűnő, csodálatos kollégáim vannak, nem is ismerik őket. Ez a paródia műfaj, ez létezik még? Abban a formában létezik még, egyáltalán a mai fiatalok azt szólt, hogy paródia. Szerinted értik? Vagy a mém lett a paródia? Igen, hát tulajdonképpen átalakult, igen. De hát ahhoz, hogy paródia szülessen, ahhoz valamiről születtek paródiák régen is, és ha lennének valamik, akkor most is születnének paródiák. Hát én nem tudok. Mostanában ami elkészül, az olyan, mint a paródiát, mert előre megcsinálják. Tehát már önmagában a produktum a paródia. Igen, egy paródia, igen. Úgyhogy de régebben voltak, hát hogy voltak egyéniségek. Hogy mondjam, találkoztál ezekkel az emberekkel, tehát egy paródia, akkor jön valamihez képest, azt mondom, aha, ez tényleg majdnem olyan, és még egy picit úgy egy vastag filztollal át is van húzva az illető, de ma már nem lát senkit a képernyőn, hanem politikusok beszélnek össze-vissza. A szórakoztató vagy kívánságműsorok leginkább várt pillanata a Gálvölgyi paródiák voltak.
szinte presztízs számba ment, hogy melyik műsort vagy műsorvezetőt fogja utánozni Gálvölgyi János. A Kapcsoltam, a Zenebutik, a Van benne valami, vagy később a Dáridó paródia néha magánál a műsornál is népszerűbb lett. Ezeknek a paródiáknak a titka az volt, hogy Gálvölgyi vagy az utánzott műsorvezető egy-egy jellegzetes mozdulatát, gesztusát nagyította fel, vagy az adott műsornak egy-egy jellemző brendelemét figurázta ki. Milyen jó, hogy készültem egy csomó minden, de sokkal érdekesebb. Tehát akkor az hogy volt, hogy annak idején neked szinte könnyű volt választani, hiszen annyi mindenki, mi alapján döntötted el, hogy kiről csinálod a paródiát? Tulajdonképpen igen. De az nem volt könnyű. Az volt a lényeg, hogy az illető, akiről készül a paródia, ő népszerű legyen. Most nem mondom neked nevet, készült nekem nagyon jó paródiám valakiről, az ő műsoráról. Nagyon jó volt, szakmailag mondom, én ritkán szoktam ilyet mondani magamra. Nem volt sikere, mert az illető meg az ő műsora nem volt népszerű. Aztán volt, hogy valakiről készült paródia, ami hát a műsor sem volt olyan, de nagy siker volt, mert az illetőt nagyon szerették. Most nem a Rózsa Gyuliról beszélek. Majd még róla beszélünk. De hogy amikor valakiről te eldöntötted, hogy készítesz egy paródiát, mi volt a fő szempont? Az, hogy érdekes a karakter, tehát maga a figura érdekes, a műsor népszerű volt, vagy volt, hogy felkérésre kellett ilyet csinálni? Hát általában a felkérésre, tehát jött május 1-e, akkor a drága emlékű Búzáné Fábri Éva azt mondta, hogy János biztos fogják magát kérni, csináljon valamit. Ezzel csináljon valamit, ez a legnehezebb, mert aztán jöttek a szilveszterek, amikor csináljon valamit, ezek voltak a legnehezebbek. Tehát konkrét olyan felkérésre nem tudom, hogy fix Jakabra most kész, csak egy paródiát ilyen nem volt. Volt, hogy az illető megkeresett. Volt olyan, hogy oda ment valaki? Volt olyan, azt mondta, csináljuk, kinek szépen a műsoromról egy paródiát, mondta valaki, és mondom, te olyan jó, amikor elindult az ő műsorom, mondom, erre, hát a jóból abban nem lehet belekötni, mert nem volt semmi megfogható rajta. Harmadik, negyedik adás után azt mondtam, hogy na most eljött az én időm, mert most már az éremben van mindenféle, az élőadás varázsa, és akkor megszületett egy paródia. Na most, mintha Juhász előtt véletlen volna felismerni ebben a figurában. Az előddel én beszélgettem szinte a sorozatban, aki szuperlatívuszokban beszélt róla, és azt mondta, hogy utána meghívott a műsorába is. Szerintem a paródiák, hogyha valaki ezt jól veszi, és azt gondolja, hogy ez neki jó, akkor egy műsort a mennyekbe tud repíteni. Hát persze, mert ha valakinek van annyi esze, hogy a paródia erősíti, meg népszerűsíti a saját műsorát, tehát ilyen volt például az említett Rózsa Gyuri barátom, aki fölfogta, hogy neki nagyon-nagyon jót tett az a bizonyos Kapcsoltam paródia. Úgyhogy a Gyurival azóta is nekem nem röstelem be van, nagyon jó barátom, és előtte is az volt. És volt, aki megsértődött? Igazándiból nem. Hát volt olyan paródia, amiben én mondjuk ártatlan voltam. Árkus József, akiről nem nagyon beszélnek, pedig hát egy fantasztikus, hát csodálatos ember volt, és volt az ő parabolája, az igazi parabola, nem az, amit aztán átvettek ilyen senkiháziak, elkezdték bitorolni ezen a címen valami szörnyetek műsorukat, hanem Árkus József parabola, amit például ő írt, a Rabszolgasors, amiben volt az Ize Ura paródiám. Én annyira nem tudtam, mi ez a Rabszolgasors, nagyon sokat játszottam esténként, tehát nem is tudtam, hallottam, hogy van valamilyen műsor, és akkor hoztak nekem a televízióba egy kazettát, és ebben megnéztem ezt a Rabszolgasorsot, és az Árkus írta meg. Tehát én egy színészi munkát hajtottam úgymond végre. Hát abból olyan botrány volt, hogy ez nem emberi, tehát másra számra jöttek a levelek, hogy kell minket kivégezni, hogy hol kell minket kivégezni, hogy a gyerekeim merre járnak iskolába. Tehát... Na jó, de emlékeim szerint eleve Izóráért gyűjtés volt a országban, hogy kiszabadítsák. Igen, volt eszmeradnak neki, szürke ágyogja volt, hogy műtsük meg a szemét. Szóval hogy lehet, egy ilyen országban éltünk, és hát élünk továbbra is. Azért akkor elmondom, hogy Árkus József, mert én néztem a műsorát, volt egy Parabola című műsor, és a szilveszterkor volt a Superbola. Ó, igen. És ez legalábbis az én emlékemben az egyik legfontosabb fegyverténnyebb műsor volt, hogy lehetett látni már néha melleket is ebben a műsorban. Mesztelen ami nőket, akkor meg nőket. Külföldi bejátszások. Igen, igen, és ilyen nagyon mulatságos külföldi bejátszások voltak, és eléggé, ahogy mondjam, a keretek között ki tudta figurázni az akkori politikusokat. Igen, és nagyon szellemesen, nagyon jól, egy-egy mondattal, egy-egy bejátszással. Nagyon jó műsor, egy színvonalas műsor. Az volt elszomorító, amikor átment egy ilyen moslékba. A Parabola ugyan a külpolitikai főszerkesztőség műsora volt, de a 80-as években ebben lehetett először látni magyar, majd később külföldi politikusokat kifigurázva. Ez azt jelenti, hogy egy-egy fura mondatot más szövegkörnyezetbe tettek, és így teljesen megváltozott a jelentésük.
A Parabola műsorvezetője és írója, Erkus József, az akkori Viclap, a Ludas Matyi főszerkesztője volt, talán emiatt többet engedhetett meg magának a televízióban, mint mások. A Parabola nem csak a politikai humornak, hanem az akkor még teljesen idegen, pikáns filmbejátszásoknak is köszönhette a népszerűségét. Milyen meg voltak akkor a, nem hívtuk így, hogy trendek, de mi, ma már így mondanánk, hogy televíziós trendek, hogy akkor az emberek, ez valamiben egy álkérdés, hiszen nagyjából vannak emlékeim erről, de hogy az része volt az évnek, hogy legyen, nem tudom, szilveszterkor Hoffi, meg legyen Gávölgyi paródia? Igen. Hozzá kell tennem kritikában, most nem Gézáról beszélek, hanem magamról, mindig leírták, nem volt jó, aztán a következő év szilveszterre leírták, hogy bezzeg a tavalyi mennyivel jobb volt, tehát az ember ennyi év után már, igen, a szilveszter mindig egy felfokozott euforikus dolog volt, amire elkezdtünk, én emlékszem, volt olyan stábértekezett márciusban vagy áprilisban, hogy akkor a szilveszter. Tehát a televízió mindig már akart nagyot dobni, és hozzá kell tennem, hogy le a kalapot a televízió akkori előtt, amikor úgy gondolták az embereknek, szilveszter este tényleg, de mások voltak a szokások. Hát én emlékszem, hogy kisgyerek voltam, és akkor apukámmal lementünk, és trombitálhattam a körúton, és az emberek jókedve jöttek, mentek, nem hányták össze egymást, meg minden. Más világ volt, nem visszasírom, nem erről van szó, csak a szilveszterhez hozzátartozott. Leültünk, átjöttek a Béláéket, és mindjárt a Hoffi, ezt most még megnézzük, de aztán jön a Hoffi. Hogy ne? Hát ma már nem nézünk televíziót. Egy kicsit átugrottam azt, hogy amikor te ezt az egészet elkezdted, akkor rád kik hatottak. Tehát, hogy ebben a műfajban te azért eléggé úttörő voltál. Igen. Ezt te találtad ki? Már a paródia műfaj. Tehát, hogy ezt a típusú paródiát. Tehát, hogy ez, emlékszel arra, hogy volt-e olyan, aki megint ezzel a hülye mai szóval, hogy a te influencered, aki téged befolyásolt ebben? De fura, hát annyi riportot csináltam, és nagyképp, ezt még soha senki nem tette föl nekem, és most nem lehetett látni, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy nem. Amivel engem később megvádoltak a Benny Hill dologgal. Az teljesen más a Benny Hill. Igen, de annak volt a televíziónak, hát nem egy, de ez kivételes egy rendkívül rossz erkölcsű, gerinctelen szerkesztője, aki kapott ilyen mintaanyagokat külföldről, amiket ő megnézett, gondolom, Stikában a szobájában, amiről én nem tudtam, hogy él egy Benny Hill, de akkor most hagyjuk ezt a részét, de válaszolva a kérdésedre, nem. Nem. Én ezt a műfajt nem láttam, nem is láthattam, hiszen nekem az érettségig nem volt televízió, nem nekem, a anyáméknak, mert azt hitték, ha nem vesznek televíziót, akkor én jobban fogok tanulni. Hát ez egy nagy tévedés volt, Isten nyugosztalja őket részükről. Nem tanultam jobban, viszont nem volt tévénk, de gyakorlatilag nekünk 67-ben, vagy ha így lett televíziónk, nem is láthattam, ha lett volna. De ha belegondolok, nem, ezt a műfajt nem csinálták. Színész paródiát. Ott volt egy paródista fiú, hát igen, aki hát egy hangon utánzott mindenkit, akinek bemondta a nevét, de nem volt ilyen emléke. Látod, ez fura, hogy nem, tényleg nem. Na legalább valamivel meg tudtalak lepni, mert egyébként amikor készültem a beszélgetésre, akkor ugye azon gondolkodtam, hogy a tényleg szerencsére sokan kérdeznek, és sokan kíváncsiak rád, hogy lehet-e olyat kérdezni tőled, ami még nem volt? Lehet, mert nem is volt, de hogyha megnézed a televíziózást, történik minden nagy kép és nagy öregnek száll, hogy nem, előttem nem volt egy igen, ilyen. Igen. Én kerestem, próbáltam utána nézni, csak nem, azért gondoltam, hogy hát, ha te tudsz valamit nem, mondani. Nem. Volt ugye a Tihanyi, vagy nem tudom milyen szület, ami klasszikus volt, nem tudom már milyen, Tompa Sándor leesett a bajusza, de az egy paródia volt, azt én már csak később láttam, hogy volt egy ilyen élő közvetítés, ami botrányban fulladt még 1922-ben a televízióban, de ez egy más dolog. Nem láttam ilyet, nem. Azt viszont szintén sokan tudják rólad, és ezt a kérdést már sokan föltették, tudom, hogy neked van egy ilyen missziót, hogy próbáld fenntartani az emléket régi kollégáidról, régi, akik együtt öltöztél, vagy egyet, akiket csak tiszteltél. Viszont én azt gondolom, hogy amit te csinálsz, csináltál, és majd lehet, hogy még fogsz csinálni, mert ezt nem tudom, hogy vannak-e még ilyen tervek, tévéparódiát, de amit te csináltál, az a maga módján szerintem egy hasonló dolog, még ha nem is ezért készült. Tehát szerintem a kapcsoltam paródia az, amit egy emléktábla kapcsoltamról, igen. És a zenebutik paródia is egy emléktábla a zenebutikról. Igen.
A kérdés, hogy érdekel-e valakit, érdekelnek az emléktáblák valakit, és hogy hol lehet látni egy emléktáblát, elmész az utcán, mert az utcán jársz. De ezek az emléktáblák, a televízió nem gondoskodik róla, megszünteti a múltját, eltünteti a múltját. Igen, de én szerintem azért akit ez érdekel, az más kérdés, hogy lehet, hogy már a fiatalokat előbb-utóbb nem fog érdekelni, a YouTube-on meg tudják ezeket találni. A YouTube-ban, de ez nem a televízió. Szerintem a zenebutiknak például, és ebben kapcsolatban most ide sorolnám, sőt, nekem egyébként a lehet egy kérdés, több is ez a kategória, ott a paródia, bár arról még mindjárt külön szeretnék kérdezni valamit, de azok a paródiák, tehát most akkor a kapcsolatom és a zenebutik, igen, ha az embernek ez a műsor eszébe jut, akkor már előbb jut eszébe a paródia, mint maga a műsor. Hát egy jó, ha egy paródia jó, akkor igen, akkor elfedi kicsit az eredeti alkotót. De ezt gondolom azért nem bántja a Rózsa Gyurit vagy Juhászlődöt. Én úgy legalábbis úgy tudom, hogy nem. Hát azóta is, hála Istennek mindkettővel találkoztam is, meg élnek, meg vannak. Nem. De ti annak idén ugye rá is játszottatok, hogy akkor főleg a Gyurival volt ez, hogy akkor megharagudott. Igen, a Rózsa akkor embertelen, olyan népszerű volt, hogy nem tudott végigmenni az utcán, és a Rózsát vagy nagyon szerették, vagy nagyon utálták. Tehát aki utálta a Rózsát, azt mondta, ez az Gálvölgyi, ez meg. Aki meg szerette, az gyilkolni tud. Ma is láttunk olyanokat, akik valakit annyira szeretnek, imádnak, hogy gyilkolni tudnának érte. Azt tudom, mert azt nekem egyszer elmondtad, hogy a Gyuri Valti már azelőtt jobban voltatok, hogy a paródia elkészült, és tulajdonképpen ezt ő kérte, hogy csinál egy ilyen paródiát róla, mert hogy látta a lehet-e kérdéssel több. Igen. Lehet-e kérdéssel több. Ez egy olyan műsor volt, aminek szintén megvolt a Egri Jánosra maga, igen, ma úgy mondjuk, hogy brendeleme, és minden, és én kutattam az agyam, én láttam erről valahol egy paródiát, de aztán kiderült, hogy ez nem a tévében nem volt. Nem a rádióban, egy színházban volt. És hogy egy színházi paródia, tehát egy színházban működött egy tévéműsor paródia? Nem, volt egy előadás, egy kabaré, Tália kabaré, amiben nekem volt egy, lehet egy kérdés, se több paródiám. Rózsa Gyülekében nagyon jobban voltam, bejárt hozzám, dumáltunk, nem tudom én mi, voltak nagyon csinos táncos lányok is, tehát csak őket úgy nézegette. És akkor mindig átoldalt, ezt mindig beállt oldalt megnézni engem, és akkor egyik, mielőtt bementem volna, azt mondtam, látod, az Egriről csinálsz paródiát, nem volt benne semmilyen rossz szándék, és rólam meg nem. De hozzá kell tennem, hogy előtte ő már megkért engem, hogy amikor ő először megcsinálta a kapcsolatomot, én megkérdeztem, hogy csinálja, vállalja a Vitrai után, azt mondtam, Gyuri, eszedbe ne jusson, mert jó barátok voltunk, tehát rögtön elvállalta. És akkor megkért engem, hogy nézzem meg, és amit lát, és ültem egy notesszel, azt mondtam, ne nyald a szád, ne beszélj anyádról, ne igazítsd a nyakkendődet, nem tudom én, még ne igyál annyit el. És ezt így leírtam, tehát ez bennem megvolt. És akkor elárulok egy zárójeles titkot, tegnap, amikor őt jöttem erre a beszélgetésre, készültem belőled, és megnéztem ezt a kapcsolatom paródiát, mert több változata volt, és azt mondtam, hogy hogy jutott akkor ott eszembe, most megyek vissza a színházba. Azt mondtam, Gyuri, várjál, ezt széken csináltam az Egri János, tehát nem volt semmi más, mert azt, hogy itt egy hangszóró, hát nem volt hangszóró, ugyanaz a szék ott volt, azt mondtam, ma este, ott van, mindegy, engedjék meg, hogy egy új műsort meg, egy kapcsolatot játszunk el, és ott improvizáltam, hogy a bánatba, azokból a felírt cetlis mondatokból, hogy állt nekem össze egy kapcsolatom, amit tulajdonképpen aztán én szinte semmit nem változtattam. Tehát 5-10-15 perc, azóta tudnám, akkor már nem itt ülnék, lehet, hanem valahol tanítanám ezt, hogy ez így született. És a Gyuri meg sírt kint a röhögéstől, ott guggolt kint és bonyított. És közben a kedves nézők azt mondták, hogy mit bántja ez a szegény Rózsa Gyurit. És aki már elnézéskek nem volt olyan nagyon okos néző, azt mondta, ezt csinálni a Gyurival, ami Gyurinkkal, ez mocsok, fújja, nem tudom én mi, úgyhogy volt mindenféle. Az előbb szóba hoztad az Izaura paródiát, ezek igen, szerint ezt én nem tudtam, hogy ezt írta az Árkus. Árkus József írta, de igen. Ha egy kicsit belemegyünk ezekbe a televíziós változásokba, ugye az első paródiák, ezek általában vetélkedőkről népszerű karakterekről készültek, igen. Aztán jöttek mondjuk a közéleti műsor paródiák, volt mondjuk a Ablak, az egy más jellegű paródia volt, aztán jöttek a külföldi film paródiák. Hozzá kell terem, például az Ablakot se nem már én írtam, tehát valamit én írtam, valamit nem én írtam.
De ez neked, amikor visszagondolsz, ez ekkora különbséget jelent, hogy ezt így megjegyzed? Nem, csak nem akarom elvenni a dicsőséget másoktól. Tehát nekem például Peter Lipán nagyon sokat segített. Tehát ő írt nekem alapokat. Én nagyon szerettem Peterdét, csak azt mondtam, hogy nekem van egy felkérésem május 1-re. Palika, írjál nekem, nem tudom én, 10 oldalt, amiből 2-t fogok használni, de tedd meg, hogy legyen az 10 oldal, és akkor, tehát vannak ilyenjeim. És valami akkor... az én nevem, nem az én nevem alatt fut, pedig én írtam, hanem XY, nem mondom meg a nevét, odaírta, hogy ő írta. Hát ami jogdíj jár, legyen az övé. És akkor, tehát például a ha már szóba hoztam ezt az ablakot, hogy előttem van, hogy a Déri János utána, az is egy szerintem nagyon-nagyon jó sikerű dolog volt, de abban például szakmailag érdekel, hogy ez úgy működik, hogy elcsípsz egy olyan pillanatot, aminek a műsorát, tehát hogy a Rózsánál volt a vízívás. Ott emlékszem, hogy Gyuri bácsi kapcsolja be a mikrofon. Tehát, hogy ez úgy működik, az is parabola volt, látod, tehát ápasolta. Ez úgy működik, hogy megtalálod azt a pici pillanatot a műsorból, ami egyébként nem biztos, hogy a fontos része a műsornak, de mégiscsak utána azzal lehet, az, mint a fikusz vagy ott születik, vagy ott, ez mondjuk biztos nem volt leírva így, hogy Gyuri bácsi kapcsolt be a mikrofont, és a fal erre emlékszem, hogy kinyitom az ablakot, és ott egy téglafal. Ez nem volt talán leírva, de az Árkus írta meg annak a fővonalát, tehát ebben volt, hogy Kádár János rajzolják a Moszkvai Egyetemen, meg volt ilyen ablak. De tudod, Péter, hogy hívják a kis ablakot az oroszoknál? Fortocska. Igen. De volt például, hogy nekem most így eszembe jutott Kádár paródián. Egy sakkasztalnál volt. Egy sakkasztalnál Árkus József, szeptemberben fölvettük, azt vágták szilveszterig. És ebből a 15 percből maradt eszem, hogy hajra, vasas, én maradt belőle, és akkor amikor lett volna az ismétlés ennek a parabolának, akkor vagy Leonid Brezhnev elvtárs távozott az élők sorából, vagy Csernyenko, vagy aki azon a héten éppen meghalt, mint államfő, és akkor nem ismételték meg ezt a paródiámat. Azóta sem, hogy legendák voltak, hogy akkor Hofi csinálta először a Kádárt, de hát mondjuk lehetett csinálni Kádár paródiát, amit nem lehetett csinálni, ezt meg nem lehetett csinálni. De én politikával például abszolút nem foglalkoztam. Igen, én próbáltam utána, és próbáltam keresni, amikor készültem közben a parodákat, de én nem találtam semmilyen ilyen. Árkus József parabola, kérlek szépen. Ment, és az fönn van a YouTube-on szintén, hogy hogyan készül Romániában a kolozsvári nyaponyec, konyicská, nem tudom én mi. És azt például kivetették. Tehát egyszer lement, kivágatták. Majd az Árkusnak volt egy műsor a mikroszkópon, ahol ezt ő bejátszotta, én a Józsitól tudom, majd jött X szelftárs, meg örjöngve azt mondta, hogy erről szó nem lehet, és onnan is kivetették. Teljesen ártatlan dolog volt. Ilyenek voltak, de politikával én abszolút nem foglalkoztam. Most egy másik szint, a Gálvölgyi Show. Ugye itt most már a te személyes brandedre épült egy műsor, akkor talán már volt ilyen szó, hogy brand, lehet, hogy még mindig nem volt akkor sem. Brandi, arról hallott. És az előbb már mondtad Benny Hillt, itt hoznám fel Benny Hillt, bár továbbra is én azt gondolom, hogy nagyon más a Benny Hill, és nagyon más a Gálvölgyi Show műfajában. De mégiscsak az, hogy legyen egy személyes brandre, egy személyre, egy névre, egy hírnévre, vagy bármire épülő műsor, ez hogy alakult ki? Ha jól emlékszem, remélem, hogy jól emlékszem, volt egy Szeszélyes Évszakok című műsor, egy szórakoztató műsor, ami nem volt egy része, hogy benne volt nekem egy jelenet, két jelenet, picit, egy Gálvölgyi pötty volt benne, de már Gálvölgyi néven, és akkor valahogy ebből nőtt ki magát a Gálvölgyi Show, ha jól emlékszem, de lehet, hogy de általában jól szoktam emlékezni. A Gálvölgyi Show 1988. január 1-én indult. Paródiákból és kifejezetten a műsorba írt jelenetekből állt. Bár a produkciók főszereplője mindig Gálvölgyi János volt, de rajta kívül még rengeteg színész szerepelt az egyes epizódokban. A show egyik legjobban várt része a reklámparódia volt, ami a műsoron belüli álreklámblokkot jelentette, ahol az aktuális tévés hirdetéseket figurázta ki Gálvölgyi. A műsor erejét mutatja, hogy a köztévéből átvette az RTL Klub, ahol 11 éven keresztül megszakítás nélkül adásba került.
Egy Gyökösi Zsolt volt az első rendezője ennek, amikor azt mondta a televízió, hogy kapok én 30-29 percet egy. És akkor hát ez egy nagy boldogság volt, akkor ezt már meg kellett tölteni jelenettel, valami kis akármivel. Tehát így született a Gábor Gyűsor, de akkor ez nagyon kényelmes dolog volt, mert évente készült belőle 4 önálló. Emlékszem, hogy akkor munkaviszonyok miatt olyan volt, hogy a stáb nyáron kivették a szabadságokat, mert nem forgathattak, ugye, mint televízió, nem tudom én, akkor még reklámokat lehetett beletenni. Sponzorok voltak, hogy Dévényi Tilivási volt, sponzorok volt a gyerekek, minden sponzorában volt, tehát ültem egy székkel, minden faér gyerekek. Na, csak előbb úgy belőlem a Tibi bácsi. Na, lényeg az, hogy és akkor, tehát azok még egy ilyen évente 4, maximum 5 volt, és aztán utána lett egy producer, akkor ilyen produceri irodák lettek, és egy nagyon tehetséges, nagyon ambíciózus producer volt, eltört egy műsorban nekem a bokám, egy Bongó című előadásban, és akkor ez a producer barátom meglátogatott, aki mondta, hogy lesz producer irodája, úgy hívták, hogy Rózsa György. És akkor indultak a Rózsa produkciók, és akkor az első között volt a Gálvölgyi Show. Tehát egyre nem haragudtunk egymásra a Rózsába, de nem volt protekció benne, mert életem legkeményebb főnöke volt a Rózsa, szóval hadd mondjam erről a például, hogy amikor leadtam egy műsort, akkor egy futár kihozta egy ilyen 3 oldalt Rózsa György észrevételeit. De jön akkor, hogy ne mondd azt, hogy és aztán kérem kivágni. És akkor leírta, hogy ennek a izének a másolatát elküldtem a köztársasági elnöknek, kiküldtem Genbe, az ENSZ-be, és mondom, Gyuri, és fölhívtam őt, kapcsolom Rózsa urat, mondom, Gyuri, igen, mondjad, mondom, Gyurika, miért nem hívsz el ezekkel a hülyeséget? Nem, ne haragudj, letettem, olyan fölköm volt, tehát azt hittem, hogy igazi producer? Hú, kegyetlen, de ott is volt, amikor egyszer berakták a műsort 0 óra 24 percre, és ott előttem fölhívta a nem tudom milyen Stutyák elvtársnőt a harmadikról, aki intézte a műsort, és előadott egy olyan magánszámot, édes drága Gyurim, ahol esküdött, hogy most tulajdonképpen az életéről van szó, mert lehet, hogy olyan műtétje lesz, tehát ha nem rakják be 20 óra 5 percre a Gálvölgyisort, akkor ő már nem fogja azt látni, mert akkor már túl lesz a temetése. És berakták, tehát ő harcolt és küzdött. Érted? Na mindegy, rövidre zárva, tehát akkor lett a Gálvölgyi Show, ami akkor aztán már úgy több lett belőle, igényesebb lett, és hát fantasztikus emberekkel dolgozhattam, mind operatőrökkel, rendezőkkel, akikből ma már egyikből, hú, mi lett belőle, még most is nézek utána, de hát a Szabó Gabi operatőrtől kezdve, most nem akarom sorolni őket, Kardos Sanyilát, meg mindegy. Na mindegy. És egyébként az, hogy milyen csapattal adok neked, fontos, hogy a színházban is tudom, hogy rengetegszer beszélsz, hogy a Rátonyi öltöztél, nem tudod, neked fontos az, hogy kivel vagy együtt. Itt, amikor a te neveddel volt valami eladva, akkor mennyire tudtál beleszólni, hogy kikkel dolgozzál? Nagy abszolút be tudtam szólni, mert ezzel bizonyos producerem leültünk, azt mondta, és nagyon komolyan vette ő saját magát, néha ma is tulajdonképpen én mindig félek olyan dolgokból, aki komolyan veszi magát. Ki legyen a rendező? Hát mondtam egy neve. Ne. Szabó Pista? Mondom, milyen Szabó Pista? Tehát a Szabó Pistán. Mondom, hogy a Szabó István rendezni a Gál. Igen. Mondom, talán. Jancsó? De mondom, a Jancsó Géza. Nem, Jancsó Mikló. Mondom, a Jancsó Mikló. Szóval így szaladtunk végig egy listán, és akkor nem akarom mondani a nevet. Kértem a rádióságban, ki voltak írva, még az adás rendező neve is, és akkor mondtam, hogy ezt is. És akkor azt mondtam, Kós György. És akkor így lett a Kós György Elvegyisoknak a rendező, aki aztán széles karriert futott be utánam, úgyhogy, és akkor így született meg. De én erre nagyon odafigyeltem, és meg kell mondanom, én jó hangulatban telt, hogy a műsor milyen volt, ez már nem az én dolgom volt, de az én munkatársam, akikkel dolgoztam, arra én mindig nagyon odafigyeltem. Igen, én éppen nagy stábista néző vagyok, és egyszer kiszúrtam, hogy a Kós Gyuri rendezte az optikus jelenetet. Igen, és igen. Szerintem vannak jelenetek, vagy vannak ilyen nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam, ez nem bohózat volt, az egy jelenet nem, volt, nem, de nem. Hogy olyan, mint a három nővér, olyan, mint az optikus, amit szerintem részei a televíziós történetnek, és szerintem az optikus, amit a Körmendi Jánosról csináltok, az szerintem én meggyőződésem, hogy rajta van a top 5 legtöbbet ismételt jelenete. Igen. Tehát, hogy akkor a Kós Gyuri véletlenül lett ennek a rendezője? Vagy azért látod, hogy miket csinált? Megnézted, hogy miket csinált? Hogy őt szeretném.
Volt, aki szeretett volna vele dolgozni, és udvariasan azt mondhat, hogy talán nem. Már hogy színészileg vagy? Igen. Volt, és volt, aki azt mondta, hogy gál vagy, és nem. Te tudok róla, el van téve, de nem. Hát nézd, és aztán, amikor egyre nehezebbek lettek a színészi helyzetek, meg életek, akkor volt nagyon sokakat. Én úgy hívtam, hogy tudtam, hogy nincs neki az égvilágon semmi bevétele, keresete, és akkor így is voltak benne. Kegyeletben, ízébe tettem, az nem volt, hogy azért szegényként, mert nincs ott ennie, ebben állam nincs se úgy, hogy kegyeletből nem, hanem de én... Azért kérdeztem ezt, mert hogy szerintem presztízs volt annak idejában benne lenni, hiszen a sokan látták, igen, nem udvariaskodom, így gondolom, hogy szerintem akkor a Gálvölgyi Showban benne lenni, akár ifjú színésznőként is, az megismerték utána. De hogy mondjam neked, én nem voltam elragadtatva attól, hogy ahogy akkor fogadták, mert nem tudom én miben, nem volt ez egy egyértelmű, hogy akkor hú, de jó, apukám, de azt ma már láttam fiatalok, mert nem tudom mi, akik visszané, hogy azt nem is volt olyan rossz. De hát ez mind a Camembert, tudod, hogy életlen, de amikor beérik már, akkor... Na jó, de hát azért lehet, hogy te egy ilyen elégedetlenebb típus vagy, de azért ezt utána az RTL is átvette ezt a műsort. Kevés műsor van, amit átvett egy nagy kereskedelmi televízió. Tehát és azért, ott azért 17 év volt, ami azért nagyon szép. És hát a mai napig ismétlik különböző ilyen kis csatornáikon. RTL, influencer, ugye ez a, ha már ez a cím ennek a sorozatnak. Hát ha eljutottunk ez a bizonyos heti heteshez, azt gondolom, hogy annak az is lett vége, mert már annyira influencer lett, hogy már annyira sokan azt gondolták, hogy befolyás az embereket. Hát sokan nem, talán valahol azt gondolták. De hogy ti ezt akartátok, hogy ez így indult? Ez a formátum, ez teljesen másról szólt. De nem. Hát nézd, én például soha büdös életemben nem gondoltam, hogyha egy riportban szerepeltem, mint riportalany, vagy megnyilatkoztam valahol, hogy az számít, amit. Az számít, hogy én vállalom azt, amit mondok, de hogy én befolyásoljak bárkit, ez nekem föl nem merült. De ez egyikünkben sem merült föl. Ez 7 nap 7 fejcímen egy német műsornak volt a nem legyúlásra, hanem a mintájára készült, ahol 7 ember leült, hogy ma is leülnek 7-en, 8-an, 9-en, 10-en, leül 7 párt, nem tudom hány párt beszélnek jó esetben egymással. Erről szólt a műsor. Ott semmit meg nem írtak, semmit nem mondták meg, hogy mit nem lehet, mit. Ott beszélgettünk, azt hozzá kell tennem, miután annyi minden hülyeség hangzott már mostanában, vágásokról, meg beleszólásokról. Ez egy színházi estének számított. Tehát 7 óra, 10-kor azt mondták, tessék, 8:45-kor szünet, 8:30-kor tovább mentünk, 9:30 után 5 percet, egy normál színházi előadást vettünk föl. Hát persze, hogy ebből a másfél-két órából össze kellett vágni valakiknek 50 percet. De én soha nem éreztem, hogy én olyanokat nyírom, hagyták bennem, visszafele folyna a Duna, ha benne hagyják. Hagyták ki, hogy soha nem szóltam, nem. Elnézést, kérdez, a Teddy-től úgy nem, mert én ennek láttam neki idején, ha nem is a pilotját, de amikor ezt úgy elkezdtek, én akkor azon a környéken dolgoztam, és az én fejemben ez egyáltalán nem az a műsor volt, vagy legalábbis nem hiszem, hogy azért készültem, mert aztán lett belőle. Ma már ez ugye bizonyos helyeken egy ilyen pozitív legenda, vagy egy nagyon rossz hírű legenda, hogy ez így meg úgy befolyásolt az embereket. Hát nézd, én mindig azt mondom, hogy az a rendszer, amit egy televízió műsor tud befolyásolni. Hát gondolj bele, ha nem vágjátok ki, visszamegyek, hogy az Iza úráért, ugye az az ország, amely gyűjtött, hogy felszabaduljon a szegény rabszolgasors alól, és a heti hetes megdönt egy rendszert, ott nagyon nagy bajok vannak az országgal, a lakossággal, meg a nézőivel. Hát aki azt hiszi, vagy úgy gondolja, hogy a heti hetes miatt bukott meg egy, nem tudom, egy rendszer, akkor nagyon nagy baj van. Vagy nagyon jó a műsor, de hát hogy mondjam neked, nem hiszek ebben. És abban hiszel, és akkor itt tehát próbáltam egy olyan beszélgetést most így a végefre mondom, amiben
ne csak azok hangozzanak, amik el szoktak hangzani. Tehát nem tudatos volt, hogy most én most csak egy szegmenséről beszéltem a életednek, de azért azt gondolom, hogy az, hogy te neked volt egy televíziós brended, de mellette párhuzamosan egy színészi brendet is tudtál működtetni, méghozzá nagyon sikeresen. És most, amikor már a televízióban te kevésbé vagy, vagy azért, mert nem ismételnek meg, vagy azért, mert nem kérnek fel egy újra, vagy nem lehet lenni, vagy nem hívnak valamiért, akkor most megint a színész Gálvölgyi brand működik, hiszen éppen Pintér Bélánál játszol egy olyan darabban, nem szintén van valószínűleg hatása. Egy színháznak mindig hatásának kell lenni, de hogy mondjam neked, amikor én voltam, nagyon voltam Gálvölgyi, akkor ezt nem tudták, hogy én esténként játszom a színházban. Tehát nekem jöttek úgy levelek, hogy Gálvölgyi János Magyar Televízió, tehát fogalmuk nem volt arról, hogy én esténként színész vagyok. A Benny Hill-lel szemben így győztem, aki csak ezt csinált egy életen át, tehát ő nem lépett fel esténként, és csinált egy évben aztán 4 vagy 5 sót, amire aztán össze-vissza vagdosták meg minden. Ezt onnan tudom, hogy sikerült vele kapcsolatba kerülni, sőt, ha már a televíziózásról beszélünk, fölmerült a Magyar Televízióban, hogy lenne egy közös műsorunk. Hát én ettől teljes extázisba kerültem. Fölismerte a televízió vele a kapcsolatot, hogy akkor majd szeptemberben, nem tudom mi találkozunk Londonban, vagy itt leülünk, hogy megdumálni, hogy mi legyen, meg hogy legyen, és akkor fogta magát húsvétkor, azt mondja, hát nem megyek Budapestre, és meghalt. Úgyhogy ez nem jött össze. De visszatérve a színházi működésemre, nekem a Kazimír Károly, aki osztályfőnök volt a főiskolán, azt mondta, apuskám, maga legyen egy kétlábas focista. Tehát ez nem megy. És annak idején azt mondta nekem, amikor meglátta az első ilyen televíziós műsoromat, hogy apuskám, maga csinálja meg magát a tévében, meg csinálja meg magát kint, és ha ez összejön, majd használni fogom bent. Tehát az, hogy az ember a televízióban szerepel a mai napig, teljesen mindegy, hogy miben. Visszatérek a beszélgetés elejére, a influenzásokra, vagy influencerekre. Ma már mindegy, hogy mit csinálsz, megeszed az asztalt, vagy nem tudom én mi, milyen nézettséged van. Hát tök mindegy, de benne vagy a köztudatban. Az, hogy mivel vagy benne a köztudatban, szerintem az nem mindegy. Vagy mindegy, nem tudom. És neked, hogy a saját, a Gálvölgyi brenden belül, amiből most inkább a beszélgetésben, igen, a tévés vonalról beszéltünk, ezen is inkább a paródiákról beszéltünk, de azért ott van a színész Gálvölgyi. Neked a saját értékrenden belül melyik a legfontosabb? Vagy melyik fontosabb? Lehet egyáltalán egy ilyen, vagy ez egy marhaság? Nem marhaság. Az, hogy én most itt ülök és beszélgetek veled, ha én csak a színházban játszottam volna a Hamletet, az Otellót, a Lír királyt, és akkor az összes Csehovot, minden, azt se tudnád, hogy élek. Hát, de nem tudnád, hogy élek, nem biztos. Lehet, hogy te igen, mert te jársz színházba, vagy jártál színházba gyerekkorodban, de ha nem jártál volna, és nekem fiatal kollégáim vannak itt nem messze egy csodálatos színházban, például a Katona Józsefben, és kijövök, és azt mondom, hogy uram, ismeri maga, látta, azt mondja, kicsodát, és mondom, azt a kollégámnak, azt se tudják, hogy ki. Tehát a televízió, hogy vagy a képernyőn, hogy beszélgetsz velem, az hozzájárul ahhoz, hogy este begyere, sikerült jegyet szerezned Pintér Bélára, hogy megnézz engem a Pintér Bélában például. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Az örülök, hogy azt mondtad a végén, hogy fontos volt a televíziós rét, és hoztam egy ilyet, mert mégiscsak itt készültek az első paródiák, úgyhogy... Köszönöm szépen. De ez neked készült rá vagyunk. Az épületet nem kaphatnám meg hozzá. Jobban járnál, igen, tehát mégiscsak te vagy azért. Nagyon szépen. És csak a cserébe is kérek valamit, azt a nagyon komoly drága ajándékért. Van egy emlékkönyvem. Jó van, bocsánat. Jó, köszönöm szépen. Itt a... Jaj, nagyon örülök ennek, Péter. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. És nekem most kell... Igen. Spontán beleírnom. Teljesen spontán, igen. Ahol még van hely. Szabad a nevet? Ez önkormányzat. Azt hittem, nagyon jó volt itt veled, köszönettel, 2 évvel írtam. Igen. És amit te találkoztam. Gálvölgyi János, itt, igen. És ezt is aláhúzom, hogy veled. Köszönöm szépen. És még akarod, akkor még rajzolok egy ilyet neked. És a bócokon már nem is beszéltek. Látod, vagy egy másikban. Tessék, parancsolom. Köszönöm szépen. Tívesen, köszönöm szépen. Jaj, nagyon jó. És akkor egy részletet elmondanék. Köszönöm szépen.